Üssek ő! Üssek ő! Már a habarást készíti ez a csapat, az utolsó simítások zajlanak ennél az üstben készült finomságnál. Szombaton rendezték a 7. Győr-Szabadhegyi jótékonysági főzőversenyt és családi napot a Rozgonyi úti sportpályánál, ahova hagyományosan idén is sokan érkeztek. Ebben az évben a nevezésekből befolyt összegből a PAMOK gyermekintenzív terápiás alapítványát támogatják a szervezők, akiket Udvardi László fog össze. Itt nőttem fel az utcába, és az utca végén van egy autentikus iskola, és láttam itt a beteg gyerekeket sétáltatják, vonultak. Hát és ebből indult, hogy hál' Isten jó égnek, hogy nekem megadott az, hogy egészséges gyermekeim vannak, és ezáltal jött az ötlet, hogy segítek a beteg gyerekeken, és elsősorban az első három évben három iskolát támogattunk, és most jött az, hogy már a múlt évben, meg idejében is a gyermekintenzív osztályt támogatjuk. Ott volt a rendezvényen Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő is, aki beszédében hangsúlyozta a helyi közösségek erejét. A helyi közösségek, akár Mémföldcsanakon, akár Likócson, akár Szabadhegyen, vagy bárhol a más pontján a városnak rendkívül fontosak, és erre tudunk mi építeni, akár az önkormányzat, akár a parlamenti képviselők, úgyhogy fontos az, hogy ezek a közösségek jól érezzék magukat, összetartsanak, és erre tud építeni a város is. És mint említettem, ez pedig egy nemes cél, hogy egy jótékonysági akció keretében az itt képződő bevétellel a Megyei Kórház Gyermekintenzív Alapítványát támogatják. Ez pedig már a kispályás torna bronzmeccse. A küzdelmek már reggel 9 óra előtt elkezdődtek. Nem csoda, hogy a foci évről évre helyt kap a programok között, hiszen nem csak Szabadhegyen, de a világ minden pontján imádják ezt a sportot. Mindenki tudja, hogy a foci a világon a legnépszerűbb, hát akkor egy ilyen rendezvényen is a focinak kell, hogy legyen a legnépszerűbbnek lenni. De valóban így van, tehát azért erre társaságok jönnek, a társaságoknak a hozzátartozója, a baráti kör. Én is, mint szurkoló, az egyik társaságnak szurkolok, mert végül is hát a csapattársaim egy kispás csapatba, de valóban így működik, hogy a foci az alapja, és utána nyilvánvaló, hogy a fáradtságot azt egy jó finom kajával, meg egy jó finom sörrel vagy fröccsel le lehet öblíteni. A főzés és a foci mellett természetesen a gyerekekre is gondoltak a szervezők. Arcfestés, lufi hajtogatás, lovaglás, ugrálóvári színesítette az egész napos programot. A színpadon pedig különböző zenekarok szolgáltatták a talpalávalót.